Szent Imre herceg ünnepén egyedülálló eseményre gyűltek össze a hívek az Egri Bazilikába, ahol dr. Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét és avatott 39 családos férfit lektorrá. A lektor kifejezés a katolikus egyházban a felolvasó szolgálatot ellátó személyeket jelöli. Prédikációjában a főpásztor rámutatott, hogy nagyon sokféle feladat, aktivitás van az egyházban. A Karitás szeretett szolgálata vagy a katolikus iskolák missziója ugyanabból a forrásból táplálkozik. Ez a forrás pedig a liturgia, amelyen a lektorok különféle módon láthatják el szolgálatukat. Ternyák érsek a nap szentjére, Szent Imrére és rajta keresztül az első magyar szent családra is ráirányította a figyelmet, hangsúlyozva, hogy az egyház számára nagyon fontos a család. Fontos akkor is, amikor az egyházmegyében a 48 katolikus köznevelési intézményben gyerekeket tanítanak, hiszen rajtuk keresztül érhetik el a szülőket, és fontos a most lektorrá avatottakat tekintve is, hiszen feleségük, családjuk támogatása nélkül nem tudnák vállalni a rájuk bízott feladatot. A főpásztor köszönetét és háláját fejezte ki ezért a támogatásért. Hálás vagyok az Úristennek ezért a mai különleges ünnepért, amelyik a maga nemében első és egyedi az egyházmegye történetében, hiszen legalábbis az én szolgálati időm alatt most került sor először arra, hogy 39 lektort avathattam föl a legkülönfélébb egyházközségekből, világi férfi embereket, akik nagyszerű családapák, és akik helyben, részben már eddig is, részben mostantól segíteni fogják a helyi lelkipásztoroknak a szolgálatát, úgyis, mint felolvasók, vannak közöttük, akik lelkipásztori kisegítőként is működnek. A prédikációt követően a lektor jelöltek egyenként a főpásztor elé térdeltek, aki átadta nekik a Szentírást a következő intelemmel. Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást. Hirdest hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben. A II. Vatikáni zsinat óta nagy hangsúlyt kap az egyházban a világi hívek liturgián végzett szolgálata. A most lektorrá avatott férfiaknak különösképpen is tanúságot kell tenniük az evangélium mellett. Azzal, hogy lektorok lettek, az Isten igéjével egészen különleges belső kapcsolatba kerültek. Az egyház megbízásából megkapták a liturgiában a könyvek könyvét, úgy, mint amelyik számukra lámpás az egyéni életükben is, különféle útjaikon, és az egyház azzal bízza meg őket, hogy másokat is segítsenek abban, hogy felfedezzék Isten igéjét, a Szentírást. A most lektorrá avatottak között vannak pedagógusok, hitoktatók is, de bármilyen hivatást gyakoroljanak, közös pont, hogy Isten központi helyet foglal el az életükben. Sokféle feladatom volt eddig, tehát egyrészt a hitoktatás, ez a főállású hitoktató lévén, ez a fő momentum, ami meghatározza ott a szolgálatomat Borsodnádaston, és akkor hát a lelkipásztori kisegítő tevékenység lévén, ott pedig, ami hát ennek a szolgálatnak a lényege, tartalma, hogy a Szentírás felolvasása a szentmiséken, legfőképpen a Szentlecke felolvasása, illetve hát amikor szükséges, akkor igeliturgiát tartok idősek otthonában, ha szükséges, akkor temetési szolgálatot végzek, illetve van egy imacsoportunk, egy élővíz imacsoport, ami heti rendszerességgel találkozik, és ott is vezetek elmélkedést, meg ilyen szentírás magyarázatot a testvéreknek. A szentmise végén közös fotót készítettek a főpásztorral.